Alexander Vucic New Yorki látogatásán az Egyesült Államok nyugat-balkáni külön megbízottjával, valamint az amerikai külügyminisztérium Európáért és Ázsiáért felelős ügyvezetőjével is találkozott, az ENSZ közgyűlésén. A szerb államfő közleménye szerint a találkozón a felek egyetértésüknek adtak hangot abban, hogy Szerbia és az Egyesült Államok nagy hangsúlyt fektet a politikai párbeszédre és a gazdasági együttműködésre. Megvitatták továbbá a Belgrád-Pristina párbeszéd folytatásának lehetőségét is. Vucic azt is hangsúlyozta, hogy Szerbia támogatja a dialógus folytatását a kapcsolatok rendezése érdekében. Azonban ez csak a kivetett 100%-os vám megszüntetése után lehetséges. A szerb állam főnyomatékosította, tartós kompromisszumos megoldásra törekedne, ami szem előtt tartaná a Koszovóban élő szerbek érdekeit, és megőrizné Szerbia állami és nemzeti érdekeit. A megbeszélésen szó esett a Nyugat-Balkán jelenlegi helyzetéről is. A felek egyetértettek abban, hogy a béke és a stabilitás megőrzése kulcsfontosságú a politikai és a gazdasági fejlődés szempontjából.